Pénteken délután néhány perccel iskolás fiatalokkal volt tele a Balatoni út városba vezető szakasza. Félbeszakadt ugyanis a tanítás a Vörösmarty iskolában. A diákok azonban egyáltalán nem keseredtek el. Mohácsi Gábor éppen gyakorlati órán volt. Hegesztés közben tudta meg, hogy bombát találtak az iskola udvarán. Örültünk, hogy haza kell menni. Hát így jobb, szerintem. Itt péntek délután. A Vörösmarty szakképzőben parkolót építenek. A munkálatok közben bukkantak a második világháborús bombára. 100 kilós az a robbanó szerkezet, és a föld felszínétől körülbelül 10 centire volt. A rendőrség lezárta az utat és kiürítette a Balatoni út melletti épületeket. Így mintegy 700 embernek kellett elhagynia az iskolát. Földmunkák során fordult ki ez a bomba, és hát körülbelül a kollégák már olyan 9 óra fél 10 között szóltak, és biztosítottuk a területet. A gyerekeknek csak 3-4-12-kor szóltunk, akkora értek ki a rendőrök és a tűzszerészek. A 70 kilós bombát a tűzszerészek nem tudták a helyszínen megsemmisíteni, ezért a zámói homokbányába szállították, és ott robbantották fel.